Köszöntöm Önöket, Megyeri Nikoletta vagyok. Adásunkban az elmúlt év legfontosabb, legérdekesebb híreiből, történéseiből válogattunk Önöknek. Visszatekintünk az év emlékezetes pillanataira. Rezsifórumot tartottak a Városházán. Az érdeklődő nyugdíjasok a főváros lakásrezsi támogatását és az önkormányzat támogatási rendszerét ismerhették meg. Gajda Péter polgármester arról számolt be, hogy 2023-ban több mint 1 milliárd forintot költenek települési támogatásokra. Kiemelten figyelnek a legelesettebbekre, így a nyugdíjas korosztályra is. Karácsony Gergely főpolgármester pedig azt mondta, a fővárosi önkormányzatnak is fontos feladata, hogy mérsékelje a megélhetési válságot. A főváros lakásrezsi támogatását, valamint Kispest önkormányzatának támogatási rendszerét ismerhették meg a nyugdíjasok a Kispesti Rezsifórumon. Az eseményt, melyet a Városháza dísztermében rendeztek, Gajda Péter polgármester nyitotta meg. Minden nehézségünk ellenére sikerült a fővárosi közgyűlésben is olyan ügyekkel foglalkoznunk, ami nem csak a körúton belülieket érinti, hanem hát mindannyiunkat itt Kispesten is. Ez a rezsitéma, a szociális ügyek, a lakhatási válság, és mindazok a kérdések, amivel ma is itt foglalkozni fogunk. Talán nem titok, hát biztos sokan figyelték a elmúlt napok eseményeit, a Kispesti Önkormányzat legutóbbi testületi ülését is, ahol elfogadtuk a kerület költségvetését, és azt is elmondhatom, hogy itt is minden nehézségünk ellenére próbáltunk arra koncentrálni, hogy ebben az évben is kiemelt figyelmet tudjunk azokra fordítani, akik a legelesettebbek. A polgármester hozzátette, az önkormányzat idén többet tud fordítani települési támogatásokra, kiemelten a nyugdíjas korosztályra. Lesznek új támogatási formák évközben is, év végén is. A fővárosi önkormányzat 2010 előtt működtetett egy rezsitámogatási rendszert, mondta el az eseményen Karácsony Gergely főpolgármester. Nekem nagyon fontos vállalásom volt, hogy helyreállítsuk ezt a rezsitámogatási rendszert, és amikor beütött a válság, a szociális krízis, akkor ezt a rendszert újra gondoltuk, újra gomboltuk, és ma már elmondhatom, hogy Budapesten több mint 15 ezer háztartásnak tudtunk segíteni. A mi rendszerünk nagyon fontos, hogy egy kiegészítő eleme a kerületi támogatási rendszereknek. A főpolgármester ismertette a fővárosi lakásrezsi támogatás legfontosabb elemeit. A távhőszolgáltatási, valamint a víz, csatorna és szemétszállítási díjtámogatás mellett gázszolgáltatási és villamos energiaszolgáltatási díjtámogatást is biztosít a főváros. A mi támogatásunk az a szolgáltatóhoz érkezik és jóváírjuk a számlákon. Ennek a technikai oka van, így tudunk adómentesen támogatást adni, hiszen mi nem egy kerületi önkormányzat vagyunk, és így tudunk a legjobban segíteni. Mindannyian fizetjük ezeket a számlákat, nem mindenki lakik távfűtéses lakásban, de mindenkinek van vízszámlája, és mindenkinek van villanyszámlája is. Mekkora ez a támogatás, amit tudunk adni? Egy szűkebb csoport esetében ez 48 ezer forint, egy tágabb csoport esetében ez 24 ezer forint évente. Október 1-től lehet ezt a támogatást igényelni, és folyamatosan lehet igényelni, és amikor lejár az egy év, akkor újra lehet igényelni, és lehetőségeink szerint nem csak fenntartani, de akár bővíteni is szeretnénk ezt a rendszert. És alapvetően két célcsoportja van a mi támogatásunknak. Az egyik célcsoport az tulajdonképpen azok a háztartások, akik valamilyen rendszeres szociális támogatást kapnak, ami alapján be lehet azonosítani azt a nagycsaládos kört, akik szociálisan nagyon nehéz helyzetben vannak, közfoglalkoztatottak, vagy rendszeres szociális segédkapók. Az összes támogatóknak a 20%-a esik ebbe a körbe. Most azért nem mondanék erről többet, mert a másik célcsoport, ami itt igazából fontos lehet, ez pedig a nyugdíj vagy nyugdíjszerű ellátásból élők. 2023. január 1-től a 100 000 forintot meghaladó, de havi 200 000 forintnál alacsonyabb összegű ellátásban részesülő budapestiek havi 2000 forint támogatásban részesülhetnek. A havi 4000 forintos támogatást azok a rászorulók kaphatják, akiknek az ellátásuk összege alacsonyabb, mint a létminimum körül meghatározott havi 100 000 forintos küszöbérték.
A folytatásban Penci Ildikó, az Életet az Éveknek Országos Szövetség képviselője beszélt az idősek információs pontjáról. Az irodában különböző ügyek intézéséhez kaphatnak segítséget az idősek. Június 1-e óta működik a Bárci István utca 1-3 szám alatt, tehát az önkormányzat, a fővárosi önkormányzat épületében. Minden nap meg lehet látogatni 9 és 13 óra között. Ez az információs pont azért jött létre, hogy az időseket segítse minden formában. Az eseményen Blázi Krisztina, a humánszolgáltatási és szociális iroda vezetője ismertette a legfontosabb tudnivalókat a támogatások igénylésével kapcsolatban. Minden esetben, ha valaki önmagának, családtagjának, ismerősének vagy szomszédjának szeretne valami támogatást igényelni, akkor legjobban azt teszi, hogyha telefonon időpontot egyeztet irodánkra, ügyfélfogadási időbe tudja ugyanis átbeszélni munkatársaimmal ennek a települési támogatásnak a feltételeit, és azt, hogy miket kell hozzá benyújtani. Ezt azért mondom, mert minden élethelyzet más, mindenkitől a saját élethelyzetének megfelelő nyomtatványokat, illetve nyomtatványok ugyanazok, de mellékleteket fogunk bekérni, attól függően, hogy egyedülálló az illető, vagy családban él, más és más dolgokat kell beadni, tehát mindenképpen először a 061-34-74-634-es telefonon időpontot kell a munkatársunkhoz egyeztetni. Kanizsainé Kohári Krisztina irodavezető helyettes az egészségmegőrzéssel kapcsolatos támogatásokról beszélt az érdeklődőknek. Majd Balázs Piroska, segítőkész kispesti gondozószolgálat vezetője ismertette az intézmény szociális alapszolgáltatásait. Fővárosi szinten is egyedülállóan sok karon vagy nyakban hordható pánikgombos eszköz van a kispesti idősek és rászorultak használatában. A kerületben az önkormányzat támogatásával 13 éve működik a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. A kispesti segítőkész gondozó szolgálat kliensei közül jelenleg 187 idős veszi igénybe ezt a szolgáltatást. Balázs Piroska, a segítőkész kispesti gondozó szolgálat vezetője, Gajda Péterrel, Kispest polgármesterével, Vincek György alpolgármesterrel és Tihanyi Sándorral, a Bodyguard Hungary Kft. Ügyfélszolgálatának vezetőjével közösen adta át Stankovics Istvánnak és feleségének az egyik legújabb, legkorszerűbb GPS-el ellátott segélyhívót. A telefonszám, ami ehhez tartozik, készülékhez, már is hívja egy gombnyomásra. Most akkor várjunk, még visszaszólnak. Így van, mindjárt most ő tárcsáz, ugye a technikai adatok ugye a központnak is ugye tárcsáznia kell, és mindjárt ki fog hangosodni akkor a készülék, és meg fogja önt szólítani a ellátásra. Üdvözlöm, Stankovics Istvánné vagyok, segítséget szeretnék kérni. Elesett a férjem a Kisfaludi utca 19. kerület, Kisfaludi utca 80-ba. Kispesten az önkormányzat támogatásával 13 éve működik ez a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás. Jelenleg 177 karon vagy nyakban hordható pánikgombos eszköz szolgálja 187 idős ember egészségügyi és közbiztonsági védelmét. A szolgáltatást csekélytérítés ellenében bárki kérheti. Meghagytuk az analógot, ami egy egyszerűbb használatú, de nagyon biztonságos azok számára, akik részben képesek a használatára. Van egy átmeneti állapotú készülék, ami szintén GSM alapú, ami nem annyi funkcióval rendelkezik, de most már elmondható, hogy 44 készüléknél a speciális GSM alapú elesésjelzővel, geokerítéssel ellátott készülékeket biztosítjuk, olyan funkciókkal, ami nagyon kevés fizikai gondoskodást igényel. A készülék egyébként magyarul beszél, tehát teljesen felhasznál, fog visszajelezni önöknek természetesen, megnyugtassa önöket, hogy elindult maga a riasztás, ha esetleg ez téves lenne, még le is lehet állítani. És a diszpécserünk természetesen, ahogy beérkezett ez a riasztás, vissza fogja ezt a készüléket hívni, kihangosodik magától, meg fogja önöket szólítani, bemutatkozik, és megkérdezi, hogy miben tud ugye segíteni, és amit tapasztal, azt ugye a segítőkész
központnak nagyon köszönjük, mert annyiszor elesik a papa, ezt a problémát... vagy a szék mellé ül, vagy oda ül mellé, vagy az ágy mellé ül. És az én férjem sztrókot kapott, és lebénult. Most már annyira jól vagyunk, hogy a lakásba tudunk sétálni, meg az udvarba is egy kicsit, de ő állandó felügyeletre szorul, nem lehet egyedül hagyni, és megmondom őszintén, hogy nagyon sokszor egy rossz lépéssel itt a lakásba elkapaszkodva eljárkálunk, de ha véletlenül csak annyi, hogy mosogatok, nem figyelek oda, ő egy rossz lépéssel megbotlik, és már itt elesik. Stankovics István és Stankovics Istvánné Juli néni mindketten pedagógusok voltak aktív éveikben. Sajnos egészségügyi problémáik már mindkettejüknek vannak, nehezen tudják egymást fizikailag segíteni. Fővárosi szinten is egyedülállóan sok jelzőeszköz van a kispesti idősek és rászorultak használatában. Szükségességét és hasznosságát az élet már többször bizonyította. A készülékek egyébként nem csak használóinak nyújtanak biztonságot, hanem az aggódó hozzátartozóknak is. Ha gondolják, akkor csuklón is hordható, vagy kényelmesebb, akkor nyakban. Hát én fogom használni, jó. De maga papa nem tudja használni. A készülékre azt kell tudni, hogy önöknek ezt az egyetlen egy gombot kell használni, ezt a nagy SOS gombot, amennyiben úgy érzik, hogy probléma van, vagy valami olyan incidens történne. Csak egy gombnyomás, és házhoz jön a segítség. A diszpécser szolgálat még azt is érzékeli, ha a készülék már csak 20%-os töltöttségű. Ilyenkor figyelmeztetik a használóját, hogy tegye a töltőre az eszközt. A közvetlen 0-24 órás szolgálat Kispest közigazgatási határán belül működik. A Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara negyedévenként rendez üzleti reggeliket a KMO-ban. A januári találkozón a kerületi vállalkozók megismerkedhettek a kamarai szolgáltatásokkal és a vállalkozásokat érintő energiatakarékossági lehetőségekkel. Üzleti reggelit tartott a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara a KMO-ban. A találkozóra kispesti vállalkozók kaptak meghívást. A célunk, hogy bemutassuk a Budapesti Kereskedelmi és Iparkamara helyi tagcsoportját, melynek az elnökség azon dolgozik, hogy a kerület vállalkozóit minél jobban bevonja a kerület gazdasági életébe, lehetőséget teremtsen neki, összeismertesse egymással a vállalkozókat, illetve ami nagyon fontos, hogy polgármester úrnak is köszönet, aki elfogadta a meghívásunkat, az önkormányzat is egy fokozottabb gazdasági tevékenységet tudjanak létrehozni a helyi vállalkozók. A kamara idén rendszeresen, negyedévenként tart majd ilyen jellegű találkozókat Kispesten, mondta el bevezetőjében Bocsi Lőrinc, a 19. kerületi tagcsoport vezetője. A folytatásban Gajda Péter polgármester köszöntötte a résztvevőket. Az önök adóforintjaiból tudjuk mindazt a közigazgatási tevékenységet, kerületfejlesztést elvégezni, amivel remélhetőleg találkoznak nap, mint nap, amikor kilépnek a kerület közterületeire. Kispesten közel 1000 olyan vállalkozás van, amely adót fizet, és azt is el kell, hogy mondjam, hát sokszor szoktunk vitatkozni, vagy sokszor számon kérik a városvezetést, hogy bizonyos szolgáltatások működnek egy adott városrészben, bizonyos szolgáltatások meg nincsenek, mondjuk Kispesten, vagy a 10. kerületben, már önkormányzati szolgáltatások, és hogy miért van ez. Ugye ez az közel 1000 vállalkozás fizeti be azt a közel 6 milliárd forintnyi iparűzési adót, ugye erről most nem kell beszélni, hogy a fővárosban ez a kerületeket, illetve a fővárosi önkormányzatot milyen arányban támogatja, és milyen arányban oszlik meg, illetve építmény- és telekadóban is jelentős bevételeket tudunk eszközölni. Hogy milyen különbségek vannak, és erre szerettem volna utalni a előbb felvezetett mondatomban, az egyes kerületek között, és miért van az, hogy bizonyos kerületek mondjuk többet tudnak fordítani az adott önkormányzat területén található szolgáltatásokra, és mások meg kevésbé. Erre mindig egy jó példát szoktam mondani, hogy például a 18. kerületben van egy nagy adóbefizető a repülőtér, amely több mint 3 milliárd forintnyi építmény- és telekadót fizet be az önkormányzat kasszájába. Kispesten az ilyen legnagyobb adófizető az a Kőkü Bevásárlóközpont 200 milliós nagyságrenddel. Tehát, hogy lehessen érzékelni, hogy ez a
több mint 10-szeres különbség, milyen lehetőségeket biztosít egy adott kerületnek arra, hogy azokat a szolgáltatásokat, amelyeket elvárnak az ott élők vagy az ott vállalkozó kispestiek biztosítani tudjanak. Úgyhogy én ennek ellenére pont ezért is örülök a mostani találkozónak, mert minden ilyen alkalommal, amikor a kerületben működő vállalkozások vezetőivel van szerencsém párbeszédet folytatni vagy találkozni, ezt szeretném mindig kihangsúlyozni, azt a köszönetet, amit most is megpróbáltam a mondandóm a köszöntőm elején elmondani, hogy köszönöm, hogy adót fizetnek, mert mi ezekből az adóforintokból tudjuk mindazokat a kerületi szolgáltatásokat, legyen az ódafejlesztés, útkarbantartás, a legalapvetőbb szolgáltatásokat fenntartani, amelyeket önök befizetnek. Gajda Péter beszélt az elmúlt évek gazdasági nehézségeiről. Néhány évvel ezelőtt jött a Covid-válság, amely bizonyos vállalkozásokat teljesen, de azt gondolom a többség is megérezte ezt a nagyon súlyos krízis, de bizonyos vállalkozásokat meg teljesen padlóra küldött. Mi is nagyon megszenvedtünk az önkormányzat működtetésével, a szolgáltatásaink fenntartásával, és amikor a tavalyi évben már azt gondoltuk, hogy talán ennél nem lehet rosszabb, akkor jött egy nagyon csúnya háború, aminek még mindig nincs vége, és ennek összes következménye, amelyel nyáron kellett szembesülnünk először ez a rezsiválság vagy energiaválság, mindegy, minek nevezzük, aminek következtében rengeteg olyan intézkedést kellett hoznunk, amivel azt gondoltuk, hogy túl kell és túl fogjuk élni az adott évet. Most azt tudom önöknek mondani, hiszen a költségvetés elfogadása előtt állunk, hogy mindazoknak az intézkedéseknek köszönhetően, amit a energiamegtakarítás terén hoztunk, és annak érdekében például az intézmények átmeneti bezárásával, vagy a szolgáltatások korlátozásával, akár a kultúra, akár a sport területén, akár azzal, hogy az önkormányzat is egy jelentős időszakát home office-ban töltötte. Az elmúlt évet, és úgy néz ki, hogy a következőt is stabil körülmények között túl fogja élni a kerület. Csókai András, a BKIK főtitkára elmondta, hogy a mintegy 33 ezer társas és egyéni vállalkozás 40-45%-a a fővárosban működik, ezért is gondolta úgy a kamara, hogy megerősíti a kerületi tagcsoportok tagjainak együttműködését. Az utóbbi évek folyamatos válság hullámát követően azt látjuk, hogy a helyi gazdaság szereplői egyre fokozottabban érdeklődnek egymás iránt. Ami korábban nem volt fontos, a kerületek sokkal könnyebben üzleteltek egymással, a tranzakciós költségek kisebbek voltak, a jóval nagyobb volt a piac, és azt látjuk, hogy a válságokat követően a gazdasági élet szereplői sokkal inkább egymás felé fordultak, tehát van egyfajta, úgy szoktuk mondani, a lokalitás felértékelődése, a helyi gazdasági szervezeteknek a felértékelődése, a helyi gazdasági kapcsolatok megerősödése. Ez azt jelenti, hogy a kerület lakosai, mint szolgáltatásokat igénybevevők, előszeretettel választanak inkább a kerületből jövő vállalkozásokat, és a kerületi vállalkozások is sokkal inkább egymás felé fordulnak, hiszen rájöttek arra, hogy rengeteg pénzt lehet azzal spórolni, hogy akár Budapesten belül vagy vidékről nem utaztatják a munkaerőt, hanem itt helyben dolgozókat foglalkoztatnak. A program további részében a Magyar Mérnöki Kamara képviseletében Nagy Péter és Cinege Zoltán beszélt a vállalkozásokat érintő energiatakarékosságról, az energiaárak alakulásáról és az ezzel kapcsolatban felmerülő problémákról, lehetőségekről. Gyerekek által festett madárodók kerültek a kispesti fákra. Az első darabokat a Kós Károly téren helyezték ki. A Közpark Kft. És a Zöld Program Iroda természetvédelmi akciójához 10 kispesti általános iskola csatlakozott. A Kós Károly általános iskola 3. és 4. osztályos tanulói büszkén hozták a Kós Károly tére az általuk megfestett, fából készült madárodukat, hogy azokat a Közpark Kft. Munkatársai még időben felakasztassák a környéken élő énekes madarak számára, hogy azok védett otthonra lejjenek bennük. A Közpark Kft. És a Zöld Program Iroda közös természetvédelmi akciójához több mint 10 iskola csatlakozott. Többnyire minden iskola 5-5 odút kapott, az odvak bejáratának mérete kisebb madarak, elsősorban kék és széncinegék költését segíthetik. Megkaptuk az odukat,
a festéket, és akkor összeült a tím, harmadikosok és negyedikesek, és nagyon-nagyon örülünk neki, részt vehettünk ebben, mert valóban elkötelezett hívei vagyunk az állatbarátságnak, jó, az állatvédelemnek, a természetvédelemnek, a felelős állattartásnak, vannak nálunk ilyen foglalkozások is, és örülünk, hogy a gyerekek kreatívan részt vehettek ebben a programban. A Kósiskola gyerekei örömmel, bármikor örömmel részt vesznek ilyenben. A Kóstéren Molnár Tamás, a Közpark Kft. Park fenntartási részlegének vezetője beszélgetett a gyerekekkel a madarak táplálkozási és költési szokásairól. A Közpark Kft. Munkatársai nagy figyelmet fordítanak a fák fenntartási munkái során, mind a fészek, mind pedig az odúlakó városi madarak életének megóvására. Így született meg az az ötlet is, hogy a szakemberek által elkészített, a tavaszi énekes madárköltést segítő faúdukat kispesti gyerekek díszítsék ki. Törekedtünk a madarakra, meg a fákra, hogy ilyen természetbeli legyen, úgymond, mert szerintünk az illett a legjobban a madarakhoz. Milyen motívumok ezek mégis? Milyen virágot választottatok? Milyen pillangót? Milyen fát álmodtatok meg? Próbáltunk az egyszerűségre is, de közben, hogy látványos legyen. És hát tulipán meg ilyesmik. A tiéteken? Hát mi próbáltunk ilyen természetes dolgokat rátenni, hogy minél természetesebb legyen, és a madarak rá tudjanak szállni, meg érdekelje őket. Március közepéig mind az 50 madárodú kihelyezésre került 11 helyszínen, a kerület parkjaiban, zöld területein. Erről egy térkép is készül majd internetes felületen, hogyha valaki szeretné megfigyelni a fészkelő madarakat, tudja pontosan merre induljon. Nagyon örültünk a Kispesti Közpark felkérésének, hogy madárkeltető odukat fessenek a gyerekek. Intézményvezető helyettesünk Urbáné Mészáros Tünde fogta össze ezt a munkát. A diákok nagy lelkesedéssel kezdtek hozzá a munkának, és gyönyörűen megfestették, kreatívan kidíszítették ezeket a keltető ódukat. És a mai napon nagy örömmel tudjuk átadni a közparknak. És nagyon várjuk a tavaszt, hogy ezekből a keltető ódukból a kis utódok, madárfiókák előbújjanak. A kismadarak remélhetőleg hamarosan felfedezik és belakják a fészkeket, és várhatóan áprilisban már ki is kelnek az első idei fiókák. Odúkként akár 5-12 fióka is lehet, akiket a tervek szerint áprilisban egy újabb szervezett esemény keretében talán meg is lehet nézni majd. Elköszönt Magyarország egyik legerősebb embere. A 6-szoros Guinness rekorder Nick Kárpád 70. születésnapján egy 18 tonnás kamion elhúzásával búcsúzott a nyilvános szerepléstől. Egy 18 tonnás kamion elhúzásával ünnepelte 70. születésnapját a 6 Guinness rekorderes Nick Árpád, aki régóta Kispesten él, Magyarország egyik legerősebb embere, február 1-én a Bóbita óvoda előtt. Az embert próbáló mutatványra rengetegen kíváncsiak voltak, a barátokon és a családon kívül az ismerősök és ismeretlenek, hiszen a kerületben mindenki tisztában van vele, hogy Nick Árpád nem csak nagyon erős, de nagyon jó ember is. Segítőkész, ember és állatbarát, aki sosem fárad, ha másokért lehet tenni valamit. Érdemeit jó barátja Gábor Janikó sorolta a produkció előtti feszült pillanatokban. Nagyon szereti és szívén viseli az idősebbektől kezdve az egész fiatal korosztályig mindenkinek a sorsát, főleg az állatokét is, hiszen őket is rettenetesen szereti és segíti. Nick Árpád nevét nem csak Magyarországon ismerik, hanem világszerte. Karrierje során legalább 2 millió tonnát mozgatott már meg, bármit képes a fogai között elhúzni, meghajlítani. Köszönöm szépen, hogy itt vagytok, hogy a 70. születésnapomat megünnepeljük. Nekem az a jó, hogy itt vagytok és veletek, szó szerint. Mindent láttok itt a kulisszák mögött, és valóban sok minden sikerült, de azért a lehetetlent én sem tudom megváltoztatni. Ha azt tenném, akkor vannak még azért különböző vágyaim, de a legnagyobb vágyam az, hogy tényleg ez nagyon közhelyes, nagyon köz, nem is így mondom, hogy legyen nyugodtság itt az egész világon, az országunkban, mindenhol, mindenféle szintől, nemtől. Az, hogy a gyerekek, itt az óvoda, ezek az óvodák, ezek mindig mosolya legyenek tele, rengeteg gyerek,
És a gyerekek ne lássanak rosszat, ami van a világban, és én nagyon-nagyon sajnálom, amikor látok egy képet, azt hiszem mások is megkönnyeznek, borzalmas, de lényeg az, hogy mi itt vagyunk, és mi örülünk annak, hogy itt vagyunk, és Árpi bácsinak drukkoltok, én meg nektek. Húzott már el foggal 234 tonnás katamaránhajót, 309 tonnás kompot, egy Boeing 737-es repülőt, szkanderezett le, 20,8 tonnás kamiont hajlított meg csupaszkézzel öntött vasrudat, és a 65. születésnapján felállított egy újabb rekordot azzal, hogy egy a mellkasának támasztott kart segítségével másfél méterrel eltolt egy 18,2 tonnás tűzoltóautót. Hát szóljon a taps! Gyerünk, gyerünk, gyerünk! Ez az Árpi! És gurul, gurul, gurul a kamion! Thunderstruck! Hölgyeim és uraim, gyerekek! Megint megmozdult a kamion, gurult, gurult! És ez nem Jedi lovag, mutatvány szintiszta, erő és technika! Isten éltessen Árpi! Árpád erejével mindig a gyengébeket támogatja, hétköznapokon a Kispesti Segítőkész Gondozó Szolgálat tagintézményeiben segít, ezt követően pedig a családjának és mindenkinek, akinek szüksége van rá. Valja nincs lehetetlen, csak akarni kell. Fejben dől el minden. Agyban készülök fel, mindig elgondolom, hogy mit csinálok, mit, hogyan fogok előkészíteni. Itt a szervezés volt a legfontosabb, de tulajdonképpen a szervezésnek a nagy részét természetesen a kerületen segítette az önkormányzat. Ez nagyon nagy dolog, és úgy amúgy már tényleg 40 éve olyan rutinom van, hogy ezt már tudni kell. Az erőben abban próbáltam erőben maradni, mert mostanában azért már fogytam. Most nagyon kicsi a súlyom, ez annyiból érdekes, hogy én 138 kilós testsúlyjal erőlködtem, és ahhoz képest most nem vagyok még 100 kiló, de bennem vannak olyan lelki motivációk, mert sokan azt mondják, hogy az nem, dehogy nem. A lélek a legfontosabb. Én, hogyha mellettem van azok az emberek, akiket szeretek, például a fiam, a párom, a kutyám, barátaim, akkor én fizikailag jó, lehet, hogy nem úgy nézek ki, vagy nem vagyok annyira olyan kirobbanóan kinéző formában, de az a lelkerő akkorát ad, de nem én vagyok erre a legnagyobb példa az irodalomban, vagy a világ irodalomában, rengeteg példa van. Tehát lényeg az, hogy ezt fejben öntöttem el, hogy ezt szeretném megcsinálni utoljára. Személye példa arra, hogy nem szabad feladni még akkor sem, ha nehezebb az élet, mondta a programot konferáló Vincek György alpolgármester. Ez Árpi bácsi valódi üzenete az utókor számára. Skoda Éva festőművész kiállításának megnyitójával kezdődött a Cégér filmszemle rendhagyó filmklub eseménye márciusban, melyen 4 kisfilmet mutattak be a Vekerlei Társaskör Egyesület Kós Károly téri Pince galériájában. Skoda Éva szerint Vekerletelep olyan vonzerővel bír, mint egy nyaralótelep, ahol tavasztól végig lehet élvezni az akácok, a hársfák, a gesztenyefák virágzását, a platánok illatát, aztán az ősz illatait, majd a tél hidegét és szelét. Egy érdekes filmklubra, valamint egy gyönyörű kiállítás megnyitójára várta látogatóit hétvégén a Vekerlei Társaskör Egyesület Pince galériájában. Az estet Nagy Tamás helytörténész, a Társaskör Felügyelő Bizottságának elnöke nyitotta meg, aki felkérte Gajda Péter polgármestert, majd Gettó Márton fotográfust, méltasság Skoda Éva festőművész, Vekerle illatai című kiállítását. Gajda Pétert régóta jó barátság fűzi az alkotóhoz. 2003-ban nyílt meg a saját kiállított termed, és amikor ott én először voltam, akkor az is egy felemelő érzés volt, hogy egyáltalán van Kispesten egy olyan hely, ami nem valamilyen hivatalos, vagy önkormányzati, vagy állami kiállító hely, hanem egy helyi művésznek a csodálatos tere, ahol már szintén számtalan nagyszerű kiállításon vehettünk részt. Gettó Márton ez alkalommal debütált, mint szakértő kollega. Beszédében tudományos oldalról közelített az illathoz, az illatélményhez.
Agyunkban az illatélmények szempontjából érintett területek pont azok, amelyek az érzelmeinkért és az érzelmi élményeinkért felelősek, ellentétben például a látással, amikor is az agyunk a racionális részét használja. Az ember számára fontos illatingerek erős érzelmi szálakkal társulnak, az illatok valószínűleg bármely más érzékünknél pontosabban, intenzívebben képesek felidézni korábbi emlékeinket, tapasztalatainkat. Az illatok és a szagok által kiváltott emlékeink az érzelmi érintettségünk miatt pontosabbak, mint akár a tapintási vagy a hangingerek által előhívott emlékeink. Gondoljunk csak nagymamáink főztjére, vagy édesanyánk parfümjére, vagy akár egykori iskolánk táblájának krétatartóján hagyott rosszul elmosott szivacsra. Bármelyikhez hasonló illatot érzünk, rögtön saját emlékképeink kerülnek szemünk elé. Fordító is jellegzetes, hogy mikor az évszakokra gondolunk, a képek mellé szinte az orrunkban érezzük a tavaszi virágok, a nyári zápor, az őszi avar vagy a téli tüzelő illatát. Skoda Éva most kiállított képei is tulajdonképpen ilyen illatélmények lenyomatai. Tájképek, csendéletek, a festőművész közvetlen környezete. A címet is maga adta a tárlatnak, Vekerle illatai. Itt élek 36 éve, gyakorlatilag mindig Vekerlé felé megyünk kutyát sétáltatni, meg sétálni, mert Vekerle az, ami nyilván olyan vonzerővel bír, ami mint egy ilyen nyaralótelep. És hát itt végig élvezhetjük tavasztól az akác, a hársfa, és aztán a gesztenyefáknak a virágzását, aztán a platánfáknak az illatát, aztán az ősznek az illatát, aztán a télnek a hidegét és a szelét. Tehát ezeket a kicsit ilyen, mint egy ilyen szinergia szerettem volna fölfűzni a kiállítás képeit, hogy többféle érzetet stimuláljon. Tehát nem a színek, meg az illatokat, meg a hőérzetet. Tehát az egyik a hideg téli éjszaka, a másik pedig a forró júliusi nyár, az jelenjen meg. Skoda Éva hol erős, hol visszafogott színeivel hat a néző minden érzékszervére. Élvezzük a kép látványát, érezzük a festék és a táj illatát, átérezzük a pillanat hangulatát. Jó érzés az, hogy egy adott időben, egy adott pillanat érzését nagyon gyorsan megragadni, és ezáltal ezt az élményt, azt a pillanatot örökre megkapom. Tehát egy olyan szerelem, ami egy örökké tartó, bármikor egy téli estén meg tudok nézni egy izzó nyári napot, és ott érzem magam. Vagy egy forró nyári napon megnézem ezt a havas téli hűvös tájképet, és visszaidézi. És pont attól tudja egy ilyen festmény jobban visszaidézni, mint egy fotó, vagy bármi más, mert átélt élmény alapján festem. A kiállítás talán legszemélyesebb műve, a Vincét, Éva férjét és kutyájukat ábrázoló alkotás. Éva elmesélte, hogy szokásos sétájuk közben az akkor már nagyon beteg szeretett kutyájuk választotta ki a helyszínt, egyszer csak megállt, lefeküdt és nem szeretett volna tovább menni. Vince támogatva ezt a megpihenést, leült nem messze a nem messze lévő padra. Így alkották meg ők ketten ezt a meghitt kompozíciót. Éva ráérzésének és hordozható festőkészletének hála, most mi is átélhetjük ezt a békés, bensőséges pillanatot. A tárla csupán belépő volt, ráhangolódás Vekerle művészeire, ez volt ugyanis a Cégér Filmszemle filmklubjának tematikája. Nagy Tamás az est házigazdája, a helyi filmszemle ötletgazdája, és Somogyvári Rudolf dokumentumfilm készítő köszöntötte a portréfilmekre kíváncsi közönséget. Azt találtuk ki, hogy a meglévő filmjeinket a nagy közönség elé visszük. Mert hiszen a nagy közönség csak jobbára mindig a díjnyertes filmeket látta, hiszen amikor díjátadás történt, amikor vége volt egy-egy pályázatnak a végére, vagy egy pályázatás végére, akkor az első hármat bemutattuk a nagy közönségnek, de voltak igazából mások is. És akkor azt mondtam, hogy csináljunk belőle a filmjeinkből filmklubot. És akkor a filmklub, na jó, de mi legyen a filmklub? De tematizáljuk. És így lett aztán, lett ilyen, hogy profi és amatőr, lett olyan, hogy, és ez a mai, és szívből örülő kispesti művészek.
Idén Cégér filmszemle már nem lesz, de az eddig a széles közönség által nem látott helytörténeti, ipartörténeti és sporté kategóriában versenyen indult filmekből még több alkalommal szerveznek különböző tematikájú filmklubot. A következő alkalomra március 24-én pénteken 17 órakor kerül sor. Újra divatba jött a társasjátékozás. A közösségi hálón több mint 18 ezer követője van a társasjáték csoportnak. Ennek a szórakoztató időtöltésnek kíván a KMO a jövőben rendszeresen helyet biztosítani. Az első társasjáték fiesztának januárban nagy sikere volt. Színes kártyákkal, figurákkal, táblákkal, zsetonokkal, dobókockákkal teli asztalok. Az asztalok körül fiatalok és még fiatalabbak, összetartozók és olyanok, akik épp csak most találkoztak egymással. Mégis közös bennük valami, ami összehozza őket egy asztal köré. A játszási kedv. Az első kispesti társasjáték fiesztán tele volt a nagyterem, az agóra és a kamra is. Asztaltársaságok játszottak vagy egymással, vagy egymás ellen. Ennél az asztalnál egy úgynevezett asszociációs parti játékot játszanak. Ez a kulcskérdés nevezetű játék. Mostanában rengeteg ilyen játék jött egyébként ki. Hát ezekre az a jellemző, hogy valahogy egy szóra vagy egy mondatra asszociálni kell. Ebben a játékban vannak feladványok, amik ott láthatóak a játék tábla mellett. Ezek különböző feladványok. Általában személyekről van itt szó, mint amit Jack Sparrow, Lionel Messi, vagy Hapci, Mozart, stb. És van mindenkinek egy ilyen táblája, és minden körbe kapunk egy feladványt, és azt a feladványt kell ilyen kis kártyákkal elmagyaráznunk, úgyhogy ezeket ide becsúsztatgatjuk. A zöld oldal, ami jellemző az adott feladványra, piros oldal, ami pedig nem jellemző az adott feladványra. Majd miután készítettünk a saját feladványunkat, ezek után a táblánkat továbbadjuk a következő játékosnak. Pillanat, azoknak, ha mondjuk egy személyre gondolunk, akkor jellemző. Akkor mondjuk ez egy, nem tudom, egy bűvész, vagy mondjuk tegyük fel, hogy ezt ide raktuk, ez meg egy varázsfőzet. Tehát mondjuk, nem tudom, a Harry Potter lenne, akkor talán valahogy erre lehet következtetni. És a többi játékosnak pedig tippelniük kell, hogy a ott lévő feladványok közül melyik a miénk, és a megfelelő számú kulcsot, a tippjét ide beleraknia, ide bele tudja csúsztatni ezt a kis kulcsot. Majd ezt a táblát továbbadja. És mindenki tippelni fog a mi táblánkra, és a végén ezt itt ki fogjuk fordítani, és megnézzük, hogy hányan tippeltek helyesen. És mi annyi pontot kapunk, ahányan helyesen tippeltek. A társas játékok között vannak egészen egyszerűek, amelyeket akár 15 perc alatt le lehet játszani, és léteznek olyanok, amelyeket egy egész napon át játszanak. Így több időt töltök együtt a családommal, mert ez közös hobbi az egész családommal, az öcsémmel, meg a szüleimmel, meg néha nagymamám is beszél, szóval ez ilyen közösségi élmény nekem. Meg nagyon sokat fejleszt a gondolkodáson, meg nagyon szeretem a különböző témájú játékokat, meg a különböző technikákat, hogy hogyan lehet nyerni, vagy hogyan lehet játszani. És tudsz veszíteni, mondjuk? Általában azt csinálom. Szóval. És melyik játék a kedvenced, illetve hogy miért? Hát az egyik kedvenc játékom az az Arkham Horror, mert nagyon szeretem a Lovecraftnak a horror novelláit. Az összetettséget, a bonyolultságot a laikus számára nem csak az mutatja, hogy milyen összetételű a csapat, fiatalok vagy felnőttek játszák, hanem az is, hogy mennyi kiegészítő eszköz tartozik a játékhoz. Ez a Dune Imperium nevezetű játék, ez egy stratégiai játék. A stratégiai játékok azok elsősorban a gondolkodást fejlesztik, tehát itt a régi társasjátékokkal ellentétben itt már rajtunk múlik, hogy mi lesz a játéknak a kimenetele, nem pedig a szerencsén. Eléggé összetett szabályaik vannak, de pont ez az összetettség adja általában a játéknak a szórakoztató mi voltát is, hogy ezekben a komplex szabályokban kiismerjük magunkat, és kialakítsuk a stratégiánkat, és ezáltal nyerjünk a játékba. Ez a játék például, hát nem tudom, hogy a nézők ismerik-e a Dűne nevezetű könyvsorozatot mondhatni, amiből nemrég film is készült.
és ezt a tematikát hozza be a játék. Hány éves kortól lehet játszani stratégiai játékokat? A kor az abszolút nem releváns, minden gyerek másként fejlődik. Nekem van olyan ismerősöm, hogy már egészen kis kortól, már ilyen 7 éves kortól játszanak egészen összetett stratégiai játékokat, de van olyan, hogy egy felnőtt, aki esetleg nem annyira gyakorlott a társasjátékok terén, neki ez sok lesz. Tehát inkább a gyakorlottság számít. Persze azért nyilván egy érettség is kell hozzá, tehát azért ilyen 7-8 éves kortól tudják ezeket a dolgokat elsajátítani a gyerekek, de én inkább a gyakorlottságra helyezném a hangsúlyt. Miért van az, hogy jellemzően 4-en játszhatják a játékokat? A legtöbb játékot valahogy így tervezik, tehát ez a jellemző. Nyilván vannak olyan játékok, például a parti játékok, azok inkább több fővel, 8-10 fős parti játékok is vannak akár. Ez egy ilyen átlag családnak van tervezve, gondolom, az átlag család az olyan 3-4 főből áll statisztikailag. Nekünk is van ilyen, és ugyebár nekünk nagyon szeretjük ezt, és eléggé logikai is például. Szoktál nyerni, vagy nálatok a családban ki nyer? Legtöbbször én, meg apa, de anya is szokott néha nyerni, de anyának nehezebb dolga van, mert mindent felvásárolunk előle. A legtöbb társasjáték nem agresszív, vannak az úgynevezett konfrontatív, vagyis egymást legyőző, illetve kooperatív, vagyis együtt nyerünk, együtt veszítünk játékok. Amikor a kislányommal elkezdtem társasjátékozni, és jobban belemerültem ebbe az egészbe, ő például nagyon-nagyon rossz kudarctűrő volt. És akkor nekem adtak egy jó tanácsot, hogy nagyon jó, hogyha ilyen kooperatív társasjátékokkal kezdek vele, együtt vesztünk, együtt nyerünk, és ebből megyünk ugye majd tovább, amikor egyéni győzelmek is vannak. És ezen nagyon-nagyon szépen ki lehet tolni ezeket a határokat. Hogyan változnak a társasjátékok? Hát ugye még gondolom mindenki ismeri még a gyerekkora társasjátékait, azzák, hogy okosan, Monopoly, stb. Ezek olyan játékok voltak, amiket főként gyerekként játszottunk, esetleg talán a szüleinkkel, és ezek szerencse alapúak voltak. Dobtunk a kockával, aztán léptünk, és a kocka mondta meg, hogy mi történik. Hát ez most már nagyon megváltozott. A modern társasjátékokban elsősorban nem a szerencse dönt, hanem rajtunk múlik, hogy mi a játéknak a végkimenetele. Gondolkodni kell, stratégiákat alkotni. De rengeteg típusú társasjáték van, nem csak ilyen gondolkodós játékok is vannak, hanem vannak úgynevezett parti játékok, ahol meg a szórakozási a lényeg. Jó nagyokat nevessünk, váratlan fordulatok vannak, vicces helyzetek, ilyen játékok is vannak. Úgyhogy nagyon-nagyon sok irányba fejlődött a társasjáték ipar, a társasjáték közösség is, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy most már jellemzően nem úgymond ilyen gyerekjátéknak vannak ezek kategorizálva, hanem felnőttek játszanak ezekkel a játékok, felnőttek is játszanak ezekkel a játékokkal. Ez egy igen erős szubkultúra lett. A KMO Művelődési Központ és Könyvtárban havonta rendeznek társasjátékklubot, ahova érdemes azért is eljönni, hogy kipróbáljunk egy-egy játékot, és csak azt vegyük meg otthonra, amit szívesen veszünk majd újra és újra elő, hiszen ma már nem olcsók a társasjátékok. Évi 4-5 alkalommal szervezek olyan társasjáték fiesztát, mint a mai napon is van. Ezeknek különböző tematikája van. Tehát a mai napon a társas csoporttal együtt szervezzük ezt a programot. A márciusnál különböző kiadók fognak jönni, ezt majd szintén meg lehet találni a honlapunkon és a Facebook oldalon. Áprilisban az lesz a különlegessége, mindig valamilyen specifikuma van, hogy lesz a családi társasjáték nap mellett egy társasjáték bőrze és egy puzzle bőrze. Szeptemberben szeretném a jójósokat bevonzani ebbe a programba, és még lesz novemberben is, tehát mindig van valami kis különlegesség, valami kis egyedi hozzáadott érték egy-egy ilyen családi társasjátéknaphoz. A gyerekek számára nyáron a KMO társasjátéktábort is szervez majd, ahol lesz lehetőség együtt játszani és együtt nevetni. Egyre többször hallani korbarát, avagy idősbarát városokról. Ezek a fogalmak egyrészt azokat a városokat jelölik, amelyek sokat tesznek az idősebbekért, de a kifejezések ennél konkrétabb városcsoportokra is vonatkoznak. 4 földrész azon településeire, amelyek megfelelnek a WHO 8 pontból álló korbarát város szabványának. Dr. Jászberényi József az idősbarát városokról beszélt a Senior Akadémia tavaszi félévének nyitó előadásán. Az Egészségügyi Világszervezet 2005-ben indította el a globális idősbarát városok programját.
Ebben először 33 város szépkorúit kérdezték meg arról, mi kellene ahhoz, hogy az idősebbek boldogabban, biztonságosabban éljenek, és magukat minél inkább a fiatalokkal egyenrangúnak érezzék településükön. Dr. Jászberényi József felnőtt képzési igazgató az idős barát városokról mesélt a Senior Akadémia nyitó előadásán. Ennek különböző országokban különböző tartalma van, viszont van egy általános tartalom is az országok fölött, ez a WHO 2005-ben indított egy projektet, amelynek keretében több ezer idős embert kérdeztek meg, hogy neki mi az idős barátság, és 2007-re létrejött a fogalom, 8 kritériumból áll, amit most nem is sorolok fel, de a leglényegesebb részei az, hogy az idős egyenrangúnak érezze magát a városában, jó legyen a közlekedés, jó legyen az egészségügyi ellátás, és sok ilyen ehhez hasonló téma, és ezek adják a nemzetközi kritériumát ennek a dolognak. Ez egy nagy, hatalmas, nagy projekt, amiben szinte minden ország részt vesz, Közép-Európa megdöbbentően nem. Tehát ez a könyv azt is próbálja segíteni, hogy felhívjam a figyelmet erre a programra, és tanuljunk ettől a programtól. Ugye a könyvben részletesen, az előadásban vázlatosan mondom el az idős barátság legérdekesebb, legizgalmasabb vonatkozásait. Az előadó az idős barát város kritériumait is ismertette, köztük a közlekedést. Alapvetően arról szól a történet, hogy a tömegközlekedést minél kényelmesebben és minél többen tudjuk igénybe venni, és bizony ennek az is a része, hogy alacsony padlós villamosokkal és alacsony padlós buszokkal közlekedjünk, mert ugye az idős ember nem nagyon tud rá felugrani, ugye nem vagyunk már magasugrók, gyerekkorunkban se biztos, hogy azok voltunk, most már végképp nem, és egyébként a kerekesszéket biztosítani kell, hogy fel tudjanak menni. Lakhatás feltételei. Bármilyen fura is, a legtöbb város kialakította azt a programot, hogy 60 év felett, aki legalább 5-6 évet a városban állandó lakcímmel élt az elmúlt években, az nem kerülhet az utcára. Tehát, hogyha valaki eladósodik ilyen-olyan, amolyan okok miatt, szociális lakásokat biztosítanak 60 év felettieknek. Aki tudja igazolni, hogy állandó lakos, tehát nem a Kőbányaira meg a Zuglóira gondolunk, hanem minden kerület vagy minden kisváros a saját polgárairól gondoskodik. De hát a lakhatásnak az is része, hogy segítsük azt, hogy az idős ember lakása idős barát legyen. Részvétel a társadalmi közösségi életben, tisztelet és befogadás, ez tulajdonképpen ugyanarról szól, azt érezzem kerületi lakosként, azt érezzem városi lakosként, hogy egyenrangú vagyok. Számomra is vannak programok, számomra is vannak szolgáltatások, velem is foglalkoznak, én is fontos vagyok. Ezek nagyon-nagyon lényeges részek, és azt gondolom, hogy enélkül nem is képzelhetünk el egy modern idős politikát, a világ bármely részén nézzük. Foglalkoztatás minősége. Hát ezt főleg a nyugati városok idősei mondták, hogy igen, tök jó, hogy nekünk segítenek meg, tök jó, hogy rollátor van meg, kerekesszék meg minden, de azért szeretnék még dolgozni. Tehát érzek még magamba erőt. Nem feltétlenül teljes munkaidőben, de részmunkaidőben, távmunkában, önkéntességben. Részmunkaidő, távmunka, önkéntesség, ez az időskori munkavállalás triádja, hogy szokták mondani. Tehát ez a három, amit egy-egy városnak érdemes biztosítania, mert rengeteg ember van, akiben még van energia. És mi van még? Hát az egészségügyi szolgáltatás. Ezt mindenhol mondták. Ezzel kapcsolatban általánosságban azt tudom önöknek mondani, hogy az egészségügy tipikusan az a terület, ami mindig lehet fejleszteni. Tehát soha nincs olyan, hogy elég. Soha nincs olyan, hogy elég, mert akkor újabb készülék kell, még több emberre kiterjedő módszerek, még ingyenesebb ellátás, stb. Tehát ezen folyamatosan kell javítani, annál is inkább, mert az idős korosztály aránya minden nyugati társadalomban, remélem még mi is azok vagyunk, minden nyugati társadalomban növekszik. Ugye, tehát növekszik folyamatosan, és ezért erre még inkább kell figyelni. 2010-re a program odáig jutott, hogy létrehozták a WHO Globális Hálózat az Idősbarát Városokért és Közösségekért virtuális platformot, amelybe bármely település jelentkezhetett jó gyakorlatokkal. 2019-re a hálózatnak már 800 város lett a tagja, 41 országból. A nemzetközi példákról beszélek, mert a nemzetközi példák azért főleg a nagy települések, tehát értelmezem Párizst, Londont vagy Hágát, hát ezekben fantasztikus megoldások vannak, amiket ha hallgatnak majd a kispestiek, meg fognak döbbenni, és valószínűleg keresni fogják polgármester urat. Zárójelben megjegyzem, hogy Kispest élen jár
az idősbarát megoldások tekintetében. Tehát ahogyan első szóra befogadták annak idején a Senior Akadémiánkat, úgy egészen biztos, hogy ezeket a programokat is be fogják majd fogadni. Minden városban, nagyvárosban vannak városkártyák, és ezekre a kártyákra rengeteg kedvezményt adnak az időseknek, ingyen utazás, könyvtári kedvezmények, színházlátogatás, fürdőlátogatás, sportrendezvények látogatása. Ezt például minden kerületben át lehetne venni, és minden kerület maga tölteni meg tartalommal, mert lehet, hogy az egyik kerületben a nem tudom, ingyenes étel adás az, ami lényegesebb, de lehet, hogy egy másik kerületben mondjuk ez megvan oldva, és akkor a könyvtárak vagy a gondos órák használata, tehát nagyon sok lehetőség van akár ebben is. Fontos volna, hogy ezeket a jó gyakorlatokat Magyarországon is szélesebb körben ismerjék meg, hogy minél többen élhessenek méltó, korukatta igényeknek is megfelelő körülmények között. Tette hozzá Jászberényi József. Rövid élete alatt közel 1000 verset írt, ebből 850 maradt az utókorra. A nemzet költője, a forradalmár, a nemzeti hős Petőfi Sándor 200 évvel ezelőtt született Kiskörösön, Petrovics Sándor néven. A vekerlei versbarátok is megemlékeztek a jeles évfordulóról. Petőfiről Petőfitől. 200 éve 1823. január 1-én született Petőfi Sándor, az egyik legjelentősebb magyar költő. Az év első januári alkalmán így Petőfiről emlékeztek meg a versbarátok klubjának tagjai a Vekerlei könyvtárban. A klubfoglalkozás egy rövid kvízzel kezdődött. Ismert és kevésbé ismert Petőfi verseket kellett néhány sorból kitalálni. De a kocsma bezzeg hangos. Munkálkodik a cimbalmos, ez az? Igen. 1800-as évek végi és 1900-as évek elejé kiadású Petőfi köteteket is hoztak a klubtagok. A férjem édesapjának, az édesapjáé volt ez a könyv, annak idején ő kapta, ezt tulajdonképpen családi érekje. És van még egy-kettő Arany János is van, meg Herceg Ferenc, szóval egy egész komoly gyűjteményünk van ilyen régi könyvekből. Petőfin nőttem fel, én annak idején gyerekkoromban a János Vitézt, azt kívülről tudtam. Annyira szerettem, annyira tetszett, hogy ez nekem nem okozott gondot megtanulni. Hát most már nem tudnám elmondani, az biztos, de azért elég sok mindent tudok. Tehát igazándiból, ha Petőfi vagy Arany, ők annyira benne vannak az embernek itt hátul, hogy az bármikor előjön. Úgyhogy én nagyon-nagyon szeretem, és még valami, hogy a megzenésített verse is nagyon jó. Mert a Petőfi versek igazániból olyanok, mintha dallamra lettek volna kitalálva, és ezért aztán nem volt nehéz megzenésíteni őket szerintem, se régebben, se most, mert ugye már régen is megzenésítették őket. És hát ami fantasztikus nekem Petőfibe, hogy az alatt, a rövid idő alatt, amíg élt, micsoda hatalmas művet tett le. És ez gyakorlatilag elmondhat, hogy bármelyik verset olvassa az ember, mindjárt tudja, hogy az Petőfi. Még akkor is, ha éppen nem egy ismertet olvas. Petőfi a magyar romantika kiteljesítője, aki a magyar költészetben koráig ismeretlen témákat honosított meg. Nála jelent meg első ízben a családi líra, szerelmi költeményeiben a hitvesi, a házastársi szerelem ábrázolása. Sokat szavaltam, még például a szabadsághoz nagyon szerettem azt a verset, el is hoztam azt is. Azóta elszavaltam már itt is egy helyen. Akkor elhoztam a Batthyány és Károly grófnékról írt versét. Ez ritkán hangzott el, és ezt 1844-ben írta. Ezt a Petőfi Múzeumban kaptam valamikor, és őrzöm. Úgyhogy ezt elhoztam a Szabadsághoz, és elhoztam a Jövendőlés című versét. Hát ezeket mind nagyon szerettem, sokat szavaltam őket, és hát ő a Szabadság költője volt. Mindenkihez írt, annyira, tehát olyan, mintha beszélnénk, úgy lehet olvasni a verseit. Manapság sokan nem tartják korszerűnek, de amit mondott, az mindig korszerű marad. És a versformára ő nem sokat adott, nem mindig, ha inkább a tartalomra, a gondolatra. Néha azt hiszem, hogy ebbe egyezek vele én is. Mert néha, éppen tegnap akartam egy versemet ritmizálni, és hát nem akart összejönni. A gondolatom elveszett volna benne, és akkor azt mondtam, hát akkor így maradsz. Most úgyis írnak, így is, úgy is, elmegy ez is. Tehát a lényeg a gondolat. Anyám, az álmok nem hazudnak,
takarjon bár a szemfödél. Dicső neve költő fiadnak, anyám soká örökkön él. Irodalmi műsorral kezdődött a házasság hete februárban Kispesten. A kerületi programokat a Nagy Boldogasszony főplébánia és a Jézus szíve plébánia szervezte. A 2023-as motto szeretetbe kapaszkodva. A szervezők arra hívták fel a figyelmet, hogyan tudnak a párok a nehézségek idején is szeretetbe kapaszkodva közösen fejlődni. Nem áll rendelkezésre, csak 160 karakter. Azt írom meg most én egy SMS-re, hogy belég vagyok kedvesen este. Kortárs költők és írók műveiből idézve, az ő gondolataikat tolmácsolva próbálta bemutatni a Városháza dísztermében, hogy milyen egy jó házasság. Az idén Endrődi Ágnes és Endrédi Gábor színművészek irodalmi műsorával indult a Házasság hete programsorozat Kispesten. A jó házasság receptjét azt mi sem tudjuk. Én is csak gyakorlom, 7. éve vagyok házas férj, tehát nem tudom a közönségnek még olyan érett és bölcs élettapasztalatokat átadni, mint például azok a kortárs költők és azok az írók, akiknek a műveiből fogunk most idézni, de megpróbáljuk valamilyen szinten ezt tolmácsolni a közönségnek. Adott esetben tanuljanak belőle, vagy pedig csak pusztán szórakozzanak és elgondolkodjanak egy jót, hogy ilyen is lehet, vagy olyan is lehet egy házasság. A verseket, prózákat Karikó Éva újságíró gyűjtötte össze és szerkesztette műsorra. Mindenkinek más-más pillanat lesz majd, ami megragadja az előadás során, mert nagyon összetett és nagyon-nagyon szép ez az anyag, amivel dolgozunk. Tehát nekem tényleg egy nagyon nagy kedvencem, mert annyira sokrétű lett és olyan szép az egész, hogy biztos, hogy mindenki fog találni benne olyat, ami meg fogja őt érinteni és ami neki szól. A szervező egyházak és civil szervezetek a házasság, a család értékeire hívják fel a figyelmet a Házasság hete programjain országszerte. Pozitív példákat mutatnak azoknak is, akik még csak készülnek az esküvőre, és azoknak is, akik már házasságban élnek. Kispesten Gyetván Gábor plébános nyitotta meg az esemény sorozatot. A házasság hete, ez is egy olyan cselekmény, amit megteszünk, és egyelőre ez az első, amit meg tudunk tenni, hogy fölhívjuk a figyelmet arra, hogy a házasság az továbbra is érték, alapvető érték, olyan érték, amely nem kérdés semmelyik ember számára, hiszen oda születünk, ott nőünk föl, és adott esetben onnan is fogunk meghalni. Az életnek az alapvető minimális közege számunkra. Szeretetbe kapaszkodva ez az idei motto. A koronavírus járvány, a háború okozta energia és gazdasági válság ugyanis nap mint nap korábban nem tapasztalt kihívások elé állítja a családokat. Egymásba és a szeretetbe kapaszkodva viszont a nehézségek is legyőzhetők. Hogy hogyan? Erre keresték a választ az idei programokon. A házasság hete mozgalom Nagy-Britanniából indult 1997-ben. Az Egyesült Királyságban egy házaspár indította el ezt a hetet, ezt az ünnepet, amikor a házasságot ünnepelték. Aztán szép lassan ez terjedt a világon, úgyhogy 2008-ban Magyarországra is eljutott. És azóta rendszeresen évente Magyarországon is ünnepeljük a házasságot. Miért is fontos? Mert az a házasságjegy, ez nagyon jó dolog, nagyon szép dolog, lehet ezt jól is csinálni, és fontos, hogy az értékeinket bemutassuk. És a házasság, a jó házasság is egy értékes dolog. A házasság hete nyitó rendezvényét most először a Városháza dísztermében tartották. Amit mi a hétköznapokban átélünk, hogy mennyire fontos maga a család szerepe, a házasság, az, hogy közösségben legyünk, az, hogy gyermekeket neveljünk, az, hogy ezek a kötelékek tartósak legyenek, és mit tehet az ember férként, feleségként, akár gyerekként azért, hogy a család az egy stabil hátteret adjon a közösségnek. Ez a mai napi rendezvény is valószínű, hogy az irodalom bemutatón keresztül próbál majd segítséget adni, hogy a toleranciánk erős legyen. Párokat, jegyes és házas párokat vártak a házasság hete alkalmával a Reménység Katolikus Általános Iskola tornatermébe is. Itt egy 3 órás workshopon a párok együtt táncolással mélyíthették el kapcsolatukat. Az egyedülálló Endőfi Dániel és Endőfi Anna által kidolgozott módszer lényege, hogy a táncon kívül
Párkapcsolatépítő pszichológiai gyakorlatok és bibliai alapú beszélgetések segítségével a párok egymásra hangolódjanak. A hétköznapi rutinból kiszakadva egy teljesen más közegben figyeljenek saját maguk és párjuk viselkedésére, szokásaira, kommunikációs módszereire és konfliktuskezelési stratégiáira. A cél az egymásba, a szeretetbe való kapaszkodás megélése, annak a súlypontnak a megtalálása, ahol az egymásba kapaszkodás stabilitást nyújt mind a két fél számára. Egy megszólaltatott skót duda, skót öltözetek és fegyverek. Mindez egy könyvbemutatón. Kéri György ugyanis így bizonyította, hogy amiről ír, ahhoz ért is. A Szerelmem Skócia regény önállóan is értelmezhető mű, de az Akiért a duda szól és a Skócia ege szabad kötetekkel kiegészülve trilógiává nemesedik. Mindenki tudja énekelni. A Szerelmem Skócia című regény valójában egy trilógia harmadik kötete, de önállóan is értelmezhető mű. Kéri György az Akiért a duda szól és a Skócia ege szabad című könyvek szerzőjének legújabb műve. A cím sokakat megtéveszthet, mivel nem romantikus kalandregényről vagy utikalauzról van szó, hanem egy háborús könyvről. A csapatokat mindig úgy választották el egymástól, hogy az egyik szárnyra az angolok kerüljenek, a másikra az írek, és középen legyenek a skótok, mert hogy ezek ne egymást lőjék. Tehát mindig középen vannak a skótok. Viszont ezeket úgy határozták meg, hogy ilyen köveket felütötték rá, a Skócia, Írország, Anglia felütötték, és amikor a egyik katona hősé vált, mert süket volt, és nem hallotta meg a visszavonulási parancsot, viszont írástudatlan is volt szegénykém, és előtte annyit látott valahogy, fölírták, hogy love, tehát szerelmem, my love. Ennyit látott, ennyit megjegyződött benne, és mivel súlyosan sebesült volt, a kőre ráírta felülre, hogy love, my love. Viszont a kőnek a hornyaiba belefolyt a saját vére, mert azt hitte, hogy ő krétával ír. Szerelmem, Skócia. És ezt aztán már nem írták elviselni a többiek, és avval indult meg az ellentámadás. Tehát ez a Szerelmem, Skócia, ez egy kőkemény háborús dolog, de nem úgy kell képzelni, hogy mindig mindenkit leölünk benne, és állandóan géppuskázunk. Ez egy vidám könyv is egyben, ugyanis azon, hogy a Rejtő Jenőt a Sir Walter Scott-tal én gyúrtam egybe. Trancsír Doki, Matt Jack és a többiek részvételével összeáll egy bérgyilkosokból, ápolónőkből és mániákusokból álló kommandó, melyhez a bolygó hollandi, úgy szintén őrült személyzete csatlakozik. A cselekmény Matt Jack megtörtént, nem szokványos életpályája mentén halad, bejárva a félvilágot. Ez a történet hirtelen furcsa fordulatot vesz. Matt Jacknek hívták valóságos, élő személy. Matt Jack az Távol-Keleten született, de brit fehér ember volt, viszont kreol bőrű, nagyon csinos tiszt volt. Ez a nagyon csinos tiszt, ez a nők összes bizalmát bírta, mert kilógott a sápatag angol tisztek közül. És ahogy ő mint tiszt járt kelt, olimpikon íjászbajnok volt. Olimpikon íjászbajnok volt, és ráadásul a vívó válogatottnak is tagja volt. Tehát ő úgy ment el, hogy a hátán volt egy így, oldalán egy kart, megy hozzá pont egy ilyen kart, orratta. Ja, itt van az orra, mert jó. Tehát pont egy ilyen karddal, mászkál, és ezzel ment fel. Persze, le is fokozták, hogy néz ki a hülye tiszt, lefokozták. Nem tudom, lényeg az az egészből, hogy ő még dudálni is tudott. Na most, amikor telt múlt az idő, az első meg a második alkalommal is kiderült, hogy ő este sötétben, hogyha 200 méterről íjjal lelövöldözi az ellenfélnek a őrszemeit, majd karddal közel tud kerülni hozzájuk, és az adott pillanatban skóduda szóval rohamra tudja indítani saját csapat, ennél jobb kommandós akció nincs. Tehát ettől már németek hülyét kaptak, amikor sorozatban kapták ezeket a leírásokat, hogy nyillal lelőttem, mert igen, karddal összeaprították, aztán dudaszóra megint, jaj, már megint a Matt Jack volt ott. És így ő lett az első kommandós egységek egyik parancsnok. A skót haditörténelem, amivel szintén foglalkozni, mert a tradíciónak ez része, amivel szintén foglalkozni kell szerintem, hát nekem feltétlenül. Ott azért többször is előfordul, hogy direkt ott hagyják az egy szál dudást a árokba,
amikor gáztámadás van, a többiek visszaszaladnak, és amikor elfújja a szél a gázt, végig dudálja az egészet, és a németek a másik oldalon azt hiszik, hogy ők még mindig ott vannak. Tehát ebből a történetből több is van, tehát ilyenekből, ilyen hősies történetek. Ezek a valós. Teljesen abszolút, ez a McKenzie-féle történet, aminek a zenéje például a Katonák voltunknak a filmzenéje. Tehát megint csak visszajött a filmzene, megint csak a történelem előállt, megint csak egyik oldalon óriási hősiesség, a másik oldalon óriási rejtőjenőféle ökörség, mert hogy lett abból hős az olyan süketnek, az hiába kiabálsz, hogy gyere vissza, mert őt bevonultatták, ráadásul tévedésbe vonultatták be egy másik ember helyett. Vagyis mindennek van alapja, minden kapcsolódik a valósághoz valahogyan, de semmi sem pont az, ami, ha értik ezt. És hogy mit keres a színen a skót duda? Kéri György azt kívánta ezzel bebizonyítani, hogy a skót kultúrát és művészetet valóban ismeri, kutatja, és nem csak szereti, hanem gyakorolja is. Mint láttátok, tudok játszani. A tudok játszani alatt még azt is folytatom, hogy a Skócia nagy szerencséje, hogy Hollywood felkapta Skóciát, így aztán állandóan és folyamatosan Hollywood löki a világ felé, tehát küldi a világ felé Skócia üzenetét, ami skót dudámban. Újabban az Outlander most a menő, és azt szokták kérni tőlem, úgyhogy nemes bosszúból játszom nektek egy kis Outlander. És utána egyből fogok játszani egy másik számot is, az egy olyan szám, hogy a világ legszebb mobil csengő hangja. Outlander után jön a világ legszebb mobil csengő hangja, amikor megjelentek a mobiltelefonok, ezek a másfél kilós féltéglák, akkor mindenkinek ez volt a hangja, és abból is fogok nektek játszani. A 6 éves koromban skótdudás akartam lenni. És és aztán, amikor ez úgy kitört rajtam, akkor az évek múltak, de nem volt hozzá semmi se, viszont én elmentem gitárt tanulni, és hát ilyen heavy metal, meg inkább rock volt, akkor azt még rocknak hívták, Led Zeppelin, Black Sabbath és a többiek, úgyhogy bőrnadrág meg láncok jöttek, meg hát akkor még a Farmer is nagy szám volt, de mindegy, szóval a lényeg az, hogy akkor én elmentem gitározni,
és akkor már 13 éves koromban különböző színpadokon találtam magamat a gitárral, és ennek hát magának a gitározásnak is többféle oldalága van. Én a rockot szerettem volna, jó? Jó, azt hagyjuk, és, de már beleírtam akkor a számaimba, beleírtam a Dudának. Tehát én találtam fel különböző rockzenéket, és beleírtam a Duda helyét. És amikor aztán jóval később kimentem, és hangszer jött a kezembe, és elkezdtem játszani rajta, akkor az volt a szerencsém, hogy ott is már eleve olyan közegbe kerültem, hogy a fúziós zenét játszottak. Tehát nem csak simán Skóddudán marsokat játszottak, meg ilyen dalokat, a kötelező darabokat, hanem ők eleve jazz felé fordultak el, és a Skóddudá Skóciába, ugye az nem volt egy nagy ritkaság, de az az volt, hogy egy magyar játszott a skót együttese, és akkor én nekem az ott eleve adott volt, hogy ez a rockosabb, jazzesebb oldal megvalósult. És ugyan én megtanultam az összeset, hát nem az összeset, mert annyi nem lehet megtanulni, de a kötelező tűröket megtanultam mindent, de az első pillanattól kezdve elfordultam olyan világzene felé. Így történhetett, hogy a könyvbemutató közönsége Skóddudával kísérve magyar dalokat énekelt. Igaz, a Skóddudá annak ellenére, hogy egy ország Skócia szimbólumává vált, nem is onnan származik, hanem Egyiptomból, illetve Mezopotámiából. Skóciába csupán a 14. századra érkezett meg a hangszer, és többnyire a háborúban használták, gyülekezőkor, csatába induláskor. Ez magyarázza 120 decibeles hangerejét, ami körülbelül a leszállott Jumbo Jet hangerejének felel meg. Én dalokat játszom, amik jól elkülöníthetők egymástól, de a többiek marsokat játszanak, tehát indulókat játszanak. Na most, hogyha valaki lejátsza a 49-es ezred indulóját, aztán az 50-es ezred indulóját, és meglepetésszer jön az 51-es ezred indulóját, semmi különbség nincsen. Tehát, hogyha ülök és hallgatom, semmi különbséget nem látok. És akkor én úgy gondoltam, hogy ezzel szét lehet kergetni a közönséget, meg nekem sem tetszik. Tehát egyet lejátszok, azt annyi, ha nagyon muszáj. Tehát, és akkor utána elmentem arra, hogy filmzelen legyen, és mögöttem valakivel még játszassak együtt. Kéri György azóta több mint 50 alkalommal járt Skóciában, családja egy része is ott lakik. A skót népi viselet számára nem mez, hanem a hétköznapok része. Ebben érzi jól magát. A többi általában skót, skóddudáshoz hasonlóan a tradíció őre ő. Az csak ráadás, hogy a nők körében mindössze két vetétársa akad, a spanyol torreador és a magyar huszár. 200 éves üzenet. A Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva múzeumpedagógiai foglalkozással várta a gyerekeket a Vekerlei Kultúrház. Az elsősök megismerkedtek Borika történetével, akinek volt egy tulipános ládikája. A foglalkozás alatt a mese és a játék segítségével arról beszélgettek a gyerekekkel, hogy milyen sok mindent foglal magába a magyar kultúra. Édesanyám, édesapám, én szorgosan összegyűjtöttem a tulipános ládába a kelengyémet. Mégis úgy gondolom, hogy az igazi kincs, az valahol máshol van. Engedje meg, édesanyám, édesapám, hogy én elmenjek a világba, széjjel nézzek, és összegyűjtsem mindazt a kincset, amire nekem az életbe szükségem visz. Mivel Borika nagyon kedves, szófogadó kislány volt, a szülei megbíztak benne. Ezért aztán az anyukája abba sült pogácsát készített neki, de felkapta Borika a tavisznyáját, belerakták a hamuba sült pogácsát, és Borika elindult a világba. Az első osztályos gyerekek is segítettek Borikának valódi kincseket találni. Múzeumpedagógiai foglalkozásokra várta az érdeklődőket a Vekerlei Kultúrház a Magyar Kultúra Napjához kapcsolódva. Az első osztályosok szeretik a mesét, abszolút azonosulni tudnak még a mese szereplőivel. Éppen ezért nekik egy mese utat találtunk ki. Egy főszereplő kislány életébe kukkanthatunk bele, aki a tulipános ládába összegyűjtötte az ő kelengyéjét, a sok-sok kincset. Mégis úgy gondolta, hogy ezek a kincsek olyan mulandóságok. Ezért aztán nekivág a nagy útnak, hogy a valódi kincset, ami nem múlandó, azokat összegyűjtse. Azt gondoltuk, hogy erre építjük fel majd ezt a meseutat, és hát a valódi kincs az a segíteni tudás, a bátorság,
az okosság és azok a jellemvonások, amelyekre az életünkben szükségünk lesznek. És a meseúton remekül működik ez, hiszen a gyerekek kiválóan tudnak azonosulni a főszereplővel, és hát kiválóan tudják és érzik azt, hogy valójában mik is az értékek az életben. Igyekszünk mindig ezt ilyen autentikus külsővel előadni a gyerekeknek, ami rajtunk van, az is egy autentikus viselet. Aztán népdalokat hozunk be ezekbe a játékokba. A népdalokat is egy picit elmeséljük, elmagyarázzuk a gyerekeknek. Amikor az árgyélus kismadárról beszélünk, akkor megbeszéljük utána, hogy milyen madarakat ismerünk, és vajon milyen madár az árgyélus kismadár. Aztán amikor a bátorságra ösztönző népdalunkat énekeljük, azzal is remekül tudnak azonosulni a gyerekek, azt is nagyon-nagyon szeretik, szinte ilyen személyes kihívásnak élik meg. Minden gyerekkel úgy énekeljük el ezt a dal részletet, hogy a saját nevével, hogy még személyesebben nekérezze, még jobban megszólítva legyen ezáltal az ének által. Aztán persze építünk népi mondókákra, kis versecskékre, és hát természetesen ez az ő lexikális tudásukat is, vagy hétköznapi tudásukat is bővíti, hiszen a számolás, a hetek napjai és az egyéb ismeretek, ezek aztán beépíthetőek az ő további életükbe. Elsősorban a játék az egy olyan foglalatosság, amit komolyan kell venni. Tehát hiába a mókáról szól, és hiába arról, hogy könnyebben tudjunk átadni tudást jelen esetben. Ettől függetlenül, hogyha nem vagyunk hitelesek, és mi magunk nem élvezzük a játékot, akkor a gyerekek számára sem lesz az, és ők sem fogják komolyan venni. Ezt a komoly szót természetesen úgy értem, hogy beleélni magukat, átélni mindazt, ami történik a mese során, és megtanulni azokat a becsend kis információkat, amik a mesében szerepelnek a történet részeként. Ami nekem mindig egy nagy élmény, az az, hogy használunk régi, mostanában ritkán, vagy egyáltalán nem használatos szavakat. Például mondjuk a kelengyét. És hogy hogyan lehet a gyerekeket, egészen kicsi gyerekeket rávezetni arra, hogy tulajdonképpen mi a kelengye. És aztán a rávezetésből, a logikus gondolkodásból, a szónak a hangulatából gyönyörűen összeáll az ő fejükbe a kép, hogy mit is jelent a kelengye. Aztán persze, amikor meg együtt éneklünk, és táncolunk, és zenélünk, hát akkor meg nagyon szeretik a hangszereket megfogni. Dobolunk, ütőfával ritmust adunk, és hát nagyon élvezik a lakodalomnak a zenészei, hogy ők most kiemelt pozícióban vannak. Szájjel, gyönyörű kis madárka, a foglalkozás alatt mese és játék segítségével beszélgettek arról, hogy milyen sok mindent foglal magába a magyar kultúra. Radis Tamás világjáró című előadássorozatának keretében Nepálba utazhattak az érdeklődők a KMO-ban. A fiatal túravezető 2015 óta foglalkozik túravezetéssel. Útjai során nem csak csoportjaira, a programokra, az igényekre, a felmerülő problémákra figyel, hanem a természetre, az épített környezetre, az emberekre. Azt figyeli, hogyan élnek, mivel foglalkoznak, mit esznek, mit isznak, hogyan kommunikálnak. Hazatérve beszámol azoknak, akik még sose jártak arra, épp úgy, mint régen a messzi földről hazatért vándorok. Meséit saját fotóival illusztrálja. Egyre többen járnak Radics Tamás előadásaira a KMO Művelődési Központ és Könyvtárba. A világjáró sorozat fiatal túravezetője kifinomult humorral számol be messzi országokban tett aprólékos megfigyeléseiről, és éppen ezekkel a sajátosságokkal teszi minden hallgatója számára érdekessé, izgalmassá a szóban forgó országot, legutóbb Nepált. A világ legtöbb, legmagasabb hegycsúcsával bíró, legzsúfoltabban lakott fővárosú és a föld egyik legrégebben folyamatosan lakott országát. Első lépésben mindig elhelyezzük, hogy földrajzilag hova is
utazunk. Itt van nekünk a földünk, itt van Magyarország, itt a KMO, és hogyha ezt így, ezt mindig elsütöm, muszáj egyszerűen, és itt, hogyha nem túl egyenesen, de végighúzom ezt a kis lézet, akkor ehhez a zöld forthoz érünk itt, India és Kína határán beékelődve, ő lesz a mi Nepálunk. És egy picit közelebbről megtekintve, egy körülbelül ilyen alakú országot kell elképzelni, ami területre másfélszer akkora, mint Magyarország területe, viszont 30 millióan lakják körülbelül. Na most ez a 30 millió, ez azt azért hozzá kell tenni, hogy ez egy óvatos becslés. Nepálban például mai napig vannak olyan völgyek, amiben be sem mennek hivatalos emberek, hogy megszámolják, hogy mégis hányan vannak. Az írás tudatlanság nagyon jelentős, több mint 50%. Az egész ország iszonyú szegény. A Katmandu völgy, a főváros környéke az, ami a legfejlettebb régió, vagy terület, mert a régiónak sem nagyon lehet mondani, szóval terület egész Nepálban, ahol a kultúrtörténeti emlékek sűrűsödnek, illetve mondjuk a felsőoktatási intézmények, vallási központok inkább előfordulnak, és nem egy homogén ország etnikai szempontjából, vagy szempontból, több mint 60 nép él Nepálban, és ennek a 60 népnek a nagy részének külön nyelve is van. Hogyha valaki Nepálról beszél, akkor elsősorban a Himalája hegyvonulatai jutnak eszébe, a serpák mellett, meg a valláson kívül, vagy a vallási sokszínűségen kívül, ami ott jellemző, de elsősorban a magas hegyeknek a vonzása az, ami mondjuk a nyugati embert, a természetjárót, a hegymászót, a túrázót érintik. Így a mai alkalommal is a föld legmagasabb hegyének, a Mount Everestnek az alaptáborába fogunk az előadás során vándorolni. A Katmandu völgytől, tehát az ország fővárosából, Katmanduból indulva, egy nagyon kalandos luklai berepülésen túl fogunk felmenni 5300 méterre az Everest alaptáborába a nepáli oldalon. Persze az alaptáborig is nagyon kalandos út vezet, kezdve onnan, hogy az európai turista megérkezik repülővel a világ legszmogosabb fővárosába. A Katmandu völgy, mert a nevében is benne van, hogy völgy, ez a föld második legszmogosabb és legrosszabb levegőjű városa Banglades után, és szinte állandóan, nem tudom mennyire látszik, de itt ez a füst, ami itt van, és itt még egy picit el is színeződik ez az egész, ez tulajdonképpen a szinte csak Katmandura jellemző tömegközlekedésből van. Ipara nem nagyon van Nepálnak, gyára nem nagyon van, autókból, buszokból, különböző motorokból és mindenféle járműből, ami üzemanyaggal megy, onnan származik ez a nagy arányú szmog, ami itt látható, és ebbe a völgybe beül. Úgyhogy igencsak köhögősen hagyjuk el, hogyha mondjuk kint túrázunk 2,5 hónapot Nepálban, akkor Katmandut azt általában betegen szokta az ember elhagyni, és itthon még egy jó pár napig köhög, miután visszaérkezik Katmanduból. Az életképek a nagy szegénység és a szennyezettség ellenére egyszerű vidám embereket mutatnak. Ami jellemző a városképre, és ez egyik kedvencem, ugye, hát ide már úgy történnek a behúzások a villanyoszlopokon, hogy ha valami elromlik, akkor csak egy új vezetéket behúznak, mert esélytelen kibogozni, hogy itt most mi hova tartozik. Tehát ezt egy osztrák mérnök nem tudja megoldani, úgyhogy mindig csak behúzzák, és így szépen telítődik, és egyszer, amikor nagy súlya van, kiszakad az egész, és elmegy a városba az áram. Egyébként Katmandu már akkora, hogy nem tudják ellátni. Tehát nincs olyan áramfejlesztő, ami az egész várost árammal el tudja látni. Ez nagyon érdekes, nekünk talán felfoghatatlan, de ott vannak olyan negyedek, amiben a nap bizonyos szakaszában egyszerűen nincs áram. Akkor nem lehet számítógépezni, akkor nem adnak számlát, amúgy se adnak, de ha kérnél, akkor ezek a dolgok így szépen leállnak, és mindenki ráérősen, a forgalmat bámulva, ő így el van, és cigiznek, ezt-azt fogyasztanak, stb.
Milyen magasra sikerült neked személyesen feljutnod a Himalájában? Most október végén vezettem egy csoportot, és a csoport nagy részével a kitűzött célokat tudtuk teljesíteni. Elértük az Everest alaptábort, az 5361 méter magasságban található, voltunk a Kalapatár csúcsán az 5600 méter feletti, és másztunk még egy 5000-es csúcsot Nepálban, egy akklimatizációs csúcsot, úgyhogy nagyon sikeres volt, sokkal sikeresebb volt ez a túra most, mint amire számítottam. Nepálban nem csak a hegyek és a szmog jelent kihívást a turista számára, hanem a földrengések is, hiszen az ország geológiailag aktív. A Himalája folyamatosan évről évre milliméterekben kimutathatóan emelkedik. A legutóbbi 2015-ös nagyobb földrengésnek több mint 9000 áldozata volt. Szoktál szót ejteni a gasztronómiáról, az italozási szokásokról? Igen, hát gasztrológiában Nepál az nem annyira erős. Van ott egy hindu kultúra, illetve buddhizmus, emellett muzulmánok is előfordulnak szép számmal, de a legmeghatározóbb mégiscsak a hindu ételek, tehát az Indiában használatos ételek. Van egy közkedvelt fogás, amit naponta a nepáliak 2-3 alkalommal is esznek, sőt a kinti vezetőink ők csak az egész túra során, több mint 2 hét alatt végig ezt fogyasztották. Ezt úgy hívják, hogy dal bhat. Ez a dal bhat, ez főtt rizs, lencse, csapati van még hozzá, valamilyen szószerűség, és tulajdonképpen ennyiből áll, és ők ezt eszik reggelire és vacsorára is. De az Everest alaptábor az egy nagyon híres útvonal, rengeteg nyugati ember jár oda, és annyira kiépült már, hogy tulajdonképpen 5000 méter magasan található a föld legmagasabban lévő cukrászdája, úgyhogy ott akár egy brownit is lehet kóstolni, bármilyen bizarul is hangzik, vagy nagyon jó kis olasz eszpresszót lehet inni, de steaket is lehet például vásárolni. Az egy dolog, hogy amíg nem akklimatizálódott az ember, nem célszerű ezeket fogyasztani, de lefele jövet azért az ember nagyon kívánja ezeket az intenzív ízeket, úgyhogy az indiai kaja, vagy ez a hindú ételek, ezek elég jók szoktak lenni. Az előadás alatt valamennyien átélhettük a boldogságot, amit a lélekvesztő repülő földetérése, vagy éppen a természet látványa okozott a helyszínen Tamásnak és csoportjának. Nem csak hétköznapi szokásokkal, de a legkülönlegesebb hagyományokkal is megismerkedhettünk. Főleg a hindu kultúrához köthető az, hogy az országban, ez nem a hegyen jellemző, ez inkább a hindu központokban fordul elő, az úgynevezett halott égetésnek a rituáléja. Ez a hindu családoknak az egyik fő feladata. Az életük során 3 feladatuk van a vallásuk szerint, és a harmadik az, hogy a halottaikról gondoskodni kell, és ilyen halott égetésen is részt vettünk, mert ezek nyilvánosan zajlanak. Egy-egy hindu templom mellett, Katmandutól nem messze, és volt alkalmunk egy ilyen rituálét is megnézni. Itt egy imamalom van, újra festik, viszonylag kevés az ilyen emlék vagy vallási helyszín, tárgy, eszköz, amire nem figyelnének. És ugye itt az a szokás, hogy bizonyos irányból szabályszerűen kell elmenni mellette, és az ember, ha megpörgeti, akkor szimbolikusan az történik, hogy a fent lévő ima szöveg, ami általában az Om Mani Padme Hum, az a levegőbe kerül, és az istenek meghallgatják, és szerencsés lesz az embernek az utazása. Tamással legközelebb március 22-én Madeirára utazunk majd. Mindenféle ruhákkal. Kedves tájaim címmel nyílt meg februárban Hettinger Ágnes kiállítása a Városházán. A megnyitón Gajda Péter polgármester elmondta, hosszú szünet után folytatódik a kispesti városházatárlat, amelyet éppen azért hívtak életre sok évvel ezelőtt, hogy a művészet még közelebb kerülhessen a kispestiekhez. Jellegzetes Vekerlei utca, hangulatos balatoni naplemente és havas téli táj. Ez csak 3 azon alkotások közül, melyet májusig megcsodálhatnak az érdeklődők a polgármesteri hivatal előterében. Kedves tájaim címmel nyílt kiállítás Hettinger Ágnes képeiből a Városházán.
Azért is különleges ez a nap, mert hogy hosszú idő után tudunk új kiállítást bemutatni, különösen, hogy Ágnes műveit állíthatjuk ki itt a most megjelent közönségnek, illetve mindazoknak, akik majd eljönnek ide a Városházára, mert hogy ugye a Covid időszak alatt, és azóta sem volt hasonló esemény, és nyilván amikor annak idején, hát nem már több mint 10 éve kitaláltuk ezt a Városháza tárlatot, az volt a célja ennek a rendezvény sorozatnak, hogy a művészetet próbáljuk meg még közelebb hozni a kispestiekhez, tehát akik esetleg nem mennének el egy kiállított terembe, külön azért mondjuk a Nagybalogba, vagy a Kámóba, vagy Skoda Éva műtermébe, azok itt a Városházán is megnézhessenek egy-egy nagyszerű kiállítást. Az alkotót Vincek György alpolgármester is köszöntöttem. A filozófiája, amit Ágnes hirdet magáról, hogy az élet szép, ez egyébként a foglalkozásából is fakad, valószínű onnan is merítette, hogy az élet szép, és ezt képekben is képes megmutatni. Ha valaki végignéz a színeken, ezek mind az élet szépségéről szólnak, a természetnek a visszatükröződéséről. És Ágnes alapfoglalkozás, ezt talán még nem mondtam, hogy kozmetikus és fodrász is, és minden mással is foglalkozott, ékszerkészítésbe is belefogott. Tehát, hogy érződik az rajta, hogy ő a gyakorlatban is széppé próbálta tenni az embereket, a környezetet, és most a hobbija, az alkotásai, most a festészet is, ez egy újabb kifejezési forma. A beszédek után ajándékkal köszöntötték a városvezetők az alkotót. Hettinger Ágnes már 10 éve fest, autodidakta módon sajátította el a festészet csínyát, bínyát. Nagyon szerettem azokat a helyeket, ahol járok valamerre kirándulni, nyaralni. Nyaralónk van Balaton mellett, tehát ezért a Balaton nálam egy kedvenc téma. Vekerlei kötődésem van gyerekkoromtól, tehát a Vekerle is egy nagyon jó téma, illetve az ottani képek mind azok a tájegységek, ahol valaha jártam le, tehát mostanában az elmúlt időszakban jártam, és így festménybe örökítem meg ezeket a helyeket. Az az alkotás, amelyiken én szereplek, hogy festek, azt ugye a párom fotózja alapján készült, de ugye a helyszelleme meg az az izgalom azért az ugye látszik és benne van. Maga a plenár festészet, ugye otthon van egy olyan kép, az ide nem került el, amikor azt festettem meg, amit ezen a képen festek éppen. Tehát igen, hát ez, igen, ez Hévíz csatorna mellett. A tavaszi színek nagyon megfogtak, ami még nem a tavasz, hanem a tél utónak az a jellegzetes színe, imádom. Nagyon szeretem a természetet, tehát és a természetnek a megörökítésében mindig van egy olyan, hogy annyira tud lelkileg adni az embernek egy táj, tehát hogy vagy egy időjárás, vagy éppen egy esős képet fest, vagy egy napsütést. Ennek, vagy egy magányos csónakot a kikötőbe. Van kedvenc évszak esetleg? Vagy olyan időszak, amikor mondjuk több kép születik? Általában egyformán, tehát úgy egyformán készülnek a képek. Természetesen a táborban megyek, vagy szabadságon vagyok, akkor mindig több kép készül. Táborokban több kép, mert akkor semmi mással nem foglalkozik az ember, csak ezzel. Van kedvenc évszakom a nyár. A telet nagyon utáltam mindig, világéletemben utáltam, mert hideg van, és fázom, és lefagy a lábam, meg a kezem, meg mindenem. Utálok kimenni a lakásból is. Na most a kedvenc évszakom lett a tél, mert hogy nem kell kimenni, otthon vagyok, tudok festeni, és hát ugye ilyenkor azért a mód a téli tájképeket festek, és amióta festek, azóta tulajdonképpen a tél az egy rendkívül színes dolog tud lenni, úgy, hogy nagyon visszafogott színekkel, tehát, hogy még véletlenül se úgy színes, de mégis, ha közelről megnézzük, akkor nagyon színes tud lenni. A képeket május 5-ig láthatják a Városházára érkezők. Mesék a fényről, üvegen és vásznon. Homok Janikó üvegművész és Lak Sándor képzőművész alkotásaiból nyílt kiállítás a Vekerlei Kultúrházban a Magyar Kultúra Napja alkalmából. A művészházas párt pódiumbeszélgetésen ismerhették meg jobban az érdeklődők. Üveg és festészet, avagy ami összeköt. Üveg és vászon. Nő és férfi, férj és feleség.
tűz és víz. Időnként nagyok a különbségek, de nem áthidalhatatlanok. Kezdjük mindjárt azzal, ami megfogható, ami konkrét, az anyaggal. Üveg és vászon, vászonhoz persze odaképzeljük a pigmentet is. Az üveg és vászon jelentős eltéréseket mutató képzőművészeti minőségek, de az egymástól való távolságuk, mint jeleztük, nem áthidalhatatlanok. Hiszen az általuk megjelenő világért ugyanaz a szubstancia felelős, a fény. Homoki Anikó üvegművész és Lach Sándor képzőművész alkotásai díszítik az elkövetkező hónapokban a Vekerlé Kultúrház földszinti közösségi terének falait és vitrinjeit. Több éves hagyományim már, hogy a Magyar Kultúra napjának alkalmából a házban egy a kerületben élő művész családot hívnak meg kiállítani, illetve a családot szakmai szempontból bemutató pódiumbeszélgetésre. Anikó és Sándor munkáinak különbözőségei szembeötlőek, nem is kell beszélni róluk. Azonban a mindkettőjük munkájában jelentős szerepet játszó közös elem is nyilvánvaló, a fény, a fényteremtő szerepe. Az üveg a fény alázatos szolgája. Egykedvűen tűri, hogy az elektromágneses részecskék szabadon átáramoljanak a testén. A művész ennek tudatában használja az üveget. Hagyja áramolni a fényt, de egyúttal meg is szelídíti, csapdába ejti. Anikó finoman színezi, rétegezi, gyűri az anyagot, hogy az minél többet megmutasson a fény látható láthatatlanságából. Az üveg művész keze alatt akkor születik csoda, ha lassítja, hajlítja, megtöri, ha alkotó munkára fogja a fényt. Az üveg átengedi, a vászon viszont útját állja a fénynek. A festő ezen a felületen fogja megmutatni a fény különböző minőségeit. A színeket, a tónusokat, hogy aztán azokból alakzatok, kompozíciók, struktúrák épüljenek. Majd pedig tartalmak, hangulatok, filozófiai állítások szülessenek. A bemutatott munkák, festmények, grafikák, szobrok épp úgy hagyják egymást érvényesülni, épp úgy élnek egymás mellett, mint az őket létrehozó művészházaspár, Anikó és Sándor. Ha mondjuk két festő állítanak ki, akkor az bizony esetleg adódhatnának olyan problémák, amik ilyen rivalizálás szintűek. Itt pedig teljesen elmegyünk egymás mellett, jó értelembe véve, tehát egymás területében nem folyunk bele, így alkotás szempontjából szerintem nagyon jó. Ez de kipróbáljuk a másik igen. Anyagot is, tehát mint ahogy én is kipróbáltam a vásznat, és azt mondtam, hogy nem. Köszönöm szépen, maradok az üvegnél. Sándort is izgatja azért az üveg, tehát ő is próbálkozik az üveggel, és elég szép. Mindenképpen izgat engem az üveg. Alkotásokat. Készítő is üvegből. Munkásságukban nem csak a fény, hanem az alkotó stratégia is közös vonásokban gazdag, hiszen mindketten széles spektrumát járják be a művészetnek. Fogalmazott Hemrik László művészeti író megnyitó beszédében. Szerintem nincsen olyan nap, amikor ne kerülne szóba a úgynevezett művészet, tehát mindig van olyan közös témánk, akár egy ebédnél, egy családi ebédnél, amikor azt beszéljük meg, hogy éppen mit láttunk, vagy mit csinálnánk szívesen, milyen irányba lehetne elmenni. Tehát kitölti a napjainkat. Igen, ez így van, tehát folyamatosan. Az is a mindennapok problémái, vagy nehézségei is belekerülnek, és szerintem az alkotások is azért néha ezeket is visszatükrözik, tehát nem lehet ezt kivédeni. Hogyan lettek kiválasztva ezek, pont ezek a képek, pont erre a kiállításra? Mi alapján? Azért kérdezem, hogy adja magát ott az a kép? Nem szín, nem méret, inkább talán úgy érzés. Elképzeltük, hogy ebbe a térbe mennyi hely van, mi az, ami ide illik, ezért hoztuk ezeket a képeket. Tehát egy válogatás volt abból a kollekcióból, ami nekem otthon van. Azért kérdeztem, mert nagyon híres vagy arról, hogy az utolsó pillanatban tudsz megjelenni a kiválasztott vagy éppen elkészült képekkel, tehát hogy volt-e ennek valami más gondolatisága, vagy ami ott volt a bejárati ajtónál? Nem, most kivételesen én nem az utolsó pillanatban hoztam ide, hanem előre megtervezve, megbeszélt időpontban rendeztük be a kiállítást.
Miért pont üveg? El is hangzott itt az előbb, tehát pont a teszádból, hogy egy nagyon kemény, egy nagyon magát nem adó anyagról van szó, nem könnyű fizikailag se. Miért pont az üveg? Mi benne a vonzó? Valóban egy nagyon kemény ellenfél, de egy végtelen játék és lehetőség van benne. Tehát egy olyan különleges anyag, ami hiába kerestem a kerámiába, textilbe, egyikben sem találtam meg. Az üveg az, ami tele van titokkal, rejtéllyel, és azért meg is kell vele birkózni rendesen, mert nem mindegy, hogy mi alakul aztán a kemencébe, vagy mi történik a kemencébe az üveggel. Én azért mosolyogtam ilyen jót, mert ellenfélnek nevezte, holott az üveg az barát. Tehát a barátot úgy kell alakítani, hogy mint ahogy megkívánja az üveg. Hogyha ellenfél, akkor harcolunk ellene, minek? Nem, hát annak megvan a maga természete, nagyon jól meg lehet találni a hozzávaló utakat. A játékosság, a kíváncsiság, a titok keresésének izgalma közös Homoki Anikó és Lach Sándor kispesti művészházaspár életében és munkásságában. Az alkotói szabadság szabad megélése a művészetben, az élni és élni hagyás az életben. Karácsonyi koncerttel zárta az adventi időszakot az Erkel iskola. A koncertet a Vekerletelepi Munkásszent József templomban rendezték, ahol fellépett az Erkel Aprók Kara, a Kicsinyek Kórusa, a Nagyok Kara, a Németes Kórus, valamint az Erkel Tanári Kar is. A koncertből mutatunk most részleteket önöknek. Thank you.
2023-as év érdekes, izgalmas történeteit, pillanatait felelevenítő összeállításunkkal jövő héten is várjuk Önöket, ugyanitt, ugyanekkor. Addig is várjuk kérdéseiket, észrevételeiket az info@kispesttv.hu e-mail címen. Friss híreinket pedig megnézhetik Facebook oldalunkon és YouTube csatornánkon. Köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!